Megjelent az új Animal Cannibals nagy lemez, méghozzá október 22-én. Jó, lehet, hogy ez nem mostában volt, már gyakorlatilag üreg a lemez, több mint egy hónapos, viszont nagyon jó kis visszajelzéseket kaptunk mindenkitől. Ha gurul a verda, az tetszik, ha nem gurul a csaj, majd fekszik, ha legurul pákhoz fernik, ha begurul a kidobó, exit. Az album címe QR Code. És hát fölrúgtuk a mostani szabályokat, ami gyakorlatilag az, hogy mindenkinek mindenkivel közös dalt kell csinálnia. Mi ebben ezen a lemezen nem hívtunk senkit közleműködni, gyakorlatilag jó magunk vagyunk azok, akik a főszereplői ennek a lemeznek. Jogos a kérdés egyébként, 2014-ben van-e még értelme lemezt kiadni, meg egyáltalán összehozni egy lemeznyi anyagot? Mi ragaszkodunk ilyen régi vágású fickók módjára ahhoz, hogy az ember, nálunk 19 dal szokott beválni, most is 19 dalt raktunk rá a lemezre, erre az albumra, és abban mi ki tudjuk élni magunkat. Tehát nincs egy ilyen megfelelési kényszer, ebben van helye az ökörködésnek, van helye a komoly gondolatoknak, van helye minden olyan íznek, ami minket jellemez, ránk jellemző, és jó, mert van játéktér, és nem csak egy-egy dallal kell mindig előrukkolni, és azzal lehengerelni a közönséget, lehet kísérletezni. Minden változik a lényeg, nem ez a jó az elmúló években, nekem örökké repcsorog a véremben. Minden változik a lényeg, nem ez a jó az elmúló években, nekem örökké repcsorog a véremben. Témáinkat illetően próbálunk minél vegyesebben hozzáállni a dologhoz, tehát vannak szokásos kanibálos vidám dalok, illetve hát van azért egy-két elgondolkodható dal is. Egyébként ezen a lemezen rajta van a Fesztivál című nyári világslágerünk is, illetve a Gurul, vagy az Ezzel a Számmal című ópuszunk, amelyik mind a maga nemében kiválóságok, kiválóságai. De úgy gondolom, ezek mellett rátettünk még két bombaslágert is, amit a 2015-ös évben fogunk majd videóklip formában önteni. Van egy olyan szám a lemezünkön, aminek az a címe, hogy melyik. Ez egyfajta ilyen, hát egy ilyen görbetükör a mai emberek felé. Több média munkás is a mai napig összekever minket. Például alám írják ki, hogy Kuka, alád meg, hogy Ricsi. Vagy rám a pulcsimra. De ez egy valós probléma, amit igazából nem veszünk problémának, mert például, hogyha azt mondják a Kukának, hogy Ricsi, akkor ő nyugodtan visszafordul erre a névre is, és ugyanezzel vagyok. Én is így vagyok ezzel, hogyha azt mondják, hogy Ricsi, akkor visszafordulok. Hát nincs ezzel gond igazából, és hát azért valljuk be, hogy mi a mai napig nem tudjuk, hogy a padidőből melyik kölyük a Marian és melyik a Györgyi. Ez előfordulhat. Tehát, vagy tudjuk? Tudjuk. Jó, most már tudjuk, de nem régóta.